Szerintem egy tapsot megérdemel. Bemutatom következő vendégünket, és odaadom a kezébe a mikrofont. Dr. Rideg Sándor, aki szintén máskor is volt már vendégünk, de leülünk ám, én is leülök, jó, és akkor itt te is le tudsz ülni. Hagyományos kínai orvos, addiktológus és neurológus. Meg még? Meg pszichiáter, igen. És a mostani témánk a kínai orvoslás és az immunrendszer kapcsolata napjainkban, és egy érdekes alcím, hogy egy immunrendszer, két szemlélet. Igen, nem véletlen ez a alcím, én úgy gondolom, hiszen a nyugati orvoslásban ugye az immunrendszer szemlélete és gyógyítási módja kicsit másképp mutatkozik, mint a keleti orvoslásban. A keleti orvoslás 5000 év óta komoly figyelemmel kíséri az immunrendszert és annak működését, hiszen az immunrendszerünk egyik legfontosabb tényező abban, hogy egészségesek maradjunk. A kínai belgyógyászati tankönyvben, a Ling Shu-ban és egyéb könyvekben szerepel az a mondat, ha egészséges az immunrendszered, ha jó az immunrendszerünk, semmilyen kór okozó, semmilyen baktérium, semmilyen gomba, semmilyen vírus és semmilyen külső tényező nem tud megbetegíteni bennünket. Amennyiben viszont az immunrendszerünk valami miatt meggyengül, vagy valami miatt nem tud működni úgy, ahogyan kell, ebben a pillanatban majdnem, hogy viszonylag enyhe betegségeknek is áldozatul esünk. Tehát lényegében a vejcsi, ugye így hívja a kínai orvoslás a védő erőt, az immunerőt, a vejcsi tulajdonképpen az, amelynek megfelelőnek kell lenni ahhoz, hogy az immunrendszerünk jó legyen. A vejcsi ugye a bőr területeken működő immunerő, amely megvédi az immunrendszert. Tudni kell a vejcsi, hogy a keleti szemléletben az immunrendszernek is van egy ritmusa. Mint ahogy az életenergiák áramlásának is van egy ritmusa. Ugye az életenergia áramlás ritmusát biológiai órának nevezik röviden és egyszerűen. A biológiai óra azonban két órás ciklusokban a szervekben, szerveket tápláló energiákat jelenti. A vejcsi azonban nem így működik, és pontosan ezért van nagy jelentősége annak, hogy hogyan éljünk tudatosan, hogyan támogassuk tudatosan az immunrendszerünket. A vejcsi ugyanis éjjel-nappal, illetőleg évszakhoz kötötten ritmusos. Tehát reggel 6 órakor kezd a védőerő kifelé jönni, a legerősebb pedig a 12 órakor lesz. Este 6 órakor az immunerő visszavonul a szervekbe, és éjszaka ugye lesz a leggyengébb. Pontosan ez adja azt, hogy ugye az éjszakai órákban, mivel ott gyenge a védőerő, könnyen lesznek különböző problémák, vagy alakulnak ki különböző problémák. Évszakokhoz is kötött az immun energiának a ritmusa. Nyáron a legerősebb. Ősszel gyengül, és télen lesz a leggyengül. Tehát ebből adódik egy olyan, amit Kínában nagyon komolyan vesznek, hogy az immun erőt télen és már ősszel is elkezdik támogatni. Különböző gyógynövénykészítményekkel és ételekkel, és mindig erősítik azt az egész tél folyamán, hogy ne gyengüljön le, és az ember ne tudjon megbetegedni. És milyen készítmények ezek? Ezekről hallhatunk? Ezt akkor már így szeptember környékén? Igen, igen, tehát a legjobb ilyen készítmények a különböző energiaerősítő készítmények, például ginseng készítmények kifejezetten alkalmasak. És gyerekeknek? Gyerekeknek ugyanígy.
azonban ők akupunktúrát használnak, bizonyos pontmasszásokat, ami ugye két nagyon jó immunerősítő pont van, ugye a könyöknél ugye a vastagbél 11, és ugye a térdhajlat alatt a gyomor 36-os pont, annak az állandó stimulálását és töltését használják, sok télen, sok esetben mopszával is, és ezzel tudják az immunerőt erősíteni és stimulálni. És az igaz, hogy Kínában a gyerekek is tanulják ezt? És természetesen óvodában már tanulnak olyan gyakorlatokat, például előírás, hogy a szemtornát az óvodásokkal már megtanítják, és ott gyakorlatszerűen űzik. Kínában gyerekek szúrják magukat, hogyha megfáznak, ők nem gyógyszert használnak, amit, és majd mindjárt beszélünk róla, miért nem gyógyszert használnak, akupunktúrát, gyógynövényeket, ugye főleg ilyenkor gyömbérteját, például gyömbérteját nagyon jól lehet használni, vagy a borst is bele lehet tenni a tejába. Tehát ilyen energia erősítő, tehát ha hideg hatás ér ugye a szervezetet, akkor yang energiájú gyógynövényeket és ételeket kell fogyasztani. De ilyen jó pedig ugye a gyömbér, ami ugyan erős energiájú. Vagy ilyenkor, hogyha meg jó energiája van, yang energiája, például a bárányhúsnak, ami nagyon yangosít. Vagy ugye a tyúkszárny, vagy tyúklávlevesnek van nagyon jó yang energiája. Tehát ezeket fogyasztják ilyenkor, ha megbetegszenek, vagy gyengülnek. Mivel a leggyakoribb ugye a hideg hatás, ugye, ami a yangot károsítja, és ilyenkor a hideget és az úgymond szelet, ugye, amit ők káros külső energia legerősebbének tartanak, ezekkel a gyógynövényekkel próbálják elhárítani és kivezetni. Hát ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt így megtudtuk. Azt nem tudom, hogy ezt a mi, ugye nálunk a gyerekek nem tanulnak ilyeneket az iskolában. És ugye az egész szemléletünk teljesen más. Pontosan. És hogyan lehetne, mert meg ugye mai napon lesz is ilyesmiről szó, tehát a mi ősi tudásunk is megvan, tehát a kínai is, meg az ősi magyar tudás is, hogy mit gondol professzor úr, hogy lehetne ezt visszahozni, átadni azt a tudást a gyerekeknek, hogy ez nálunk is működjön? Hát természetesen ezt nyilvánvalóan az oktatásban kellene bevinni, ugye, ahogy Kínában teszik. Tehát Kínában már tai chi-re, qigong-ra tanítják a gyerekeket, rengeteg programban masszásokat, tornákat, szemtornát tanítanak már óvodáskorukban vele. Én úgy gondolom, hogy ez a dolog és ez a folyamat csak akkor vihető lenne be, ha ez kapna egy ilyen állami támogatást, amely egy szervezetprogram keretében lehetne. És ugye még néhány szót a szemléletről. Ugye a mi szemléletünkben ugye a következő dolog van. Ha valaki megfázik, akkor rögtön ugye gyógyszerekhoz nyúl. Lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók, antibiotikumok. Ez a kínai szemlélet szempontjából rendkívül veszélyes. Ennek a használata abszolút nem tanácsolt. Az immunrendszernek ugyanis vannak biológiai törvényszerűségei. Ezek a gyógyszerek, amelyekkel mondjuk lecsillapítjuk a lázat idő előtt, és tönkretel, ugyanis ahhoz az immunrendszer működését kell ismerni. Na most az immunrendszerünk olyan, mint az agyunk, mint az idegrendszerünk. Az immunrendszer tanul. Az immunrendszer csak akkor tud fejlődni, hogyha tanulni tud. Hogyha az immunrendszerünket megbénítjuk a tanulásban, nem engedjük, hogy tanuljon, akkor az immunrendszer tanulatlan marad, de ez azt is jelenti, hogy nem fogja tudni megoldani azokat a problémákat, amivel a szervezetünk találkozik. Különösen azokat a problémákat nem, amelyik ma rendkívül nagy terhet jelentenek az immunrendszernek. Ilyen az elektroszmog, a geoszmog, tehát az elektroszmog ugye a káros elektromágneses hullámok, mobiltelefon, antennák és egyebek, és ugyanakkor a káros földsugárzás, ami ugye régen is létezett, csak ma nem tekintjük alapvető dolognak.
de Japánban, Kínában is sok helyen csak olyan helyre építenek házat, ahol kimérték, hogy nem káros. Ezt már bizonyos országokban próbálják használni, Németországban, és nem építenek házat olyan helyre, ahol káros geomágneses, tehát földsugárzás van, ezt kimérik, ez kimérhető. Ma a modern módszerekkel is mérhető, és ez kerülik. Kínában ez ősidők óta így van, Japánban szintén. Tehát mi ezt nem veszük figyelembe. Rettenetes súlyos károkat tud okozni. Azon kívül a Magyarország és Európában a áramnak a frekvenciája az 50 Hz. A legkárosabb az emberi szervezetre. Ezért mert máshol nem? Vannak országok, ahol 100 más területet használ, de a világon sajnos majdnem mindenütt az 50 Hz-es elektromágneses hullámok, ugye áram terjed. Ez nagyon káros a szervezetre, leukémiát okoz különösen gyerekeknél, ez már bizonyított tény. Tehát mi rosszul bánunk az immunrendszerünkkel. A másik ilyen fontos tényező, hogy az immunrendszert hagyni kell tanulni. Az immunrendszer csak úgy tudja megoldani a fertőzéseket, úgy tudja megoldani a gyulladásokat, úgy tud ellenállni a káros hatásoknak, ha ezt megtanulja. Na most abban ugye a fertőzés lezajlásának első szakasza ugye a hidegrázás láz. A láz azért van, mert ekkor egyrészt a toxin elégetés, ugye, ami egy nagyon fontos tényező. A másik dolog az, hogy az immunrendszer ilyenkor hívja elő azokat az a láz segít ebben, hogy előhívja azokat az immun mintákat, amit az immunrendszer megtanult az élete folyamán. Ha a lázat lecsillapítom, mondjuk lázas lett egy órával ezelőtt, és benyomok nekik egy csomó lázcsillapítót, abban a pillanatban az immunrendszernek ezt az emlékező funkcióját megsemmisítem. Tehát a lázat hagyni kell, természetesen van egy határ, de általában, ha egy jó immunrendszerű ember van, egy-két napon belül ez lecsendesedik, és utána az immunrendszer elkezdi az úgynevezett kiválasztásos fázist gyakorolni, ez pedig a taknyosság, orrfújás, ugye tudjuk nagyon jól mivel jár, állandóan orrváladék körül, ezt megint a nyugati orvoslás megsemmisítendőnek tartja. És ugye mindent elkövetünk, orrsprék, egyebek, hogy ezt megállítsuk. Az immunrendszernek a gyógyulási folyamata ezzel a tisztulási folyamattal történik meg. Ezzel tudja eltávolítani a toxinokat és káros anyagokat a szervezetből. Ha ezt a funkciót lefolytjuk, magyarul adunk ilyen orrspréket, különböző tablettákat, algopirintől kezdve, stb. Rubofenik, abban a pillanatban is az antibiotikum ugye a másik dolog, ami szintén bekerülve a szervezetbe rettenetes nagy károkat, az abban a pillanatban az immunrendszer leáll, nem tudja ezt a funkcióját végrehajtani, tehát egy eredménytelen immunvédekezési folyamat zajlott le. Magyarul nem tanulta meg az immunrendszer ezt a típusú fertőzést legyőzni. Nincs mintája, félbeszakadt tanulási folyamata, megsemmisült ez a dolog, és ha újra találkozik ezzel a dologgal, akkor újra még olyan, ugyanolyan vagy súlyosabb beteg lesz a szervezet, mert nem képes legyőzni. Viszont ha hagyjuk ezt kifutni, akkor az immunrendszer ugye nyugati értelemben egy védettséget épít ki ezzel a betegséggel szemben, megtalálja erre a mintát, a megoldást, és meggyógyítja önmagát. Tehát ezért nem hasznos, ha antibiotikumokkal, vagy pedig egyéb gyógyszerekkel az immunrendszer normál működési ritmusát meggátoljuk. És akupunktúrával akkor lehet segíteni azt, hogy ha valaki belázasodik és beteg lesz, hogy ne kelljen gyógyszereket szedni? Itt az a kérdés, hogy miért kell gyógyszereket szedni. Az immunrendszert hagyni kell dolgozni.
egy jól működő... Mert hozzászoktak a magyar emberek. Ez rossz szokás, de és az a rossz szokás sajnos sok esetben abba nyilvánul meg, hogy kialakulnak a krónikus betegségek. Minél több kudarcot szenved egy immunrendszer egy ember életében, annál több krónikus betegsége lesz. Tehát ha 10-szer szenvedett, akkor 10 krónikus betegsége lesz, ha 50-szer, akkor 50 krónikus betegsége. És ez így halad tovább. Na most a megoldás ugye többféle lehet. Vagy az, hogy eljut egy homeopata orvoshoz, egy akupunktúrás orvoshoz, aki elkezdi gyógyítani. Mondok egy példát. Van egy beteg, akinek húgyhólyag gyulladása van. Ez a gyulladás úgy, ahogy antibiotikumot kezelik, eltűnik, azonban egy pár hónap múlva ez a gyulladás ugyan megszűnt, kialakul egy térd fájdalma, egy térd folyamata, nem tud járni, nagyon-nagyon rossz állapotban van, és elmegy ugye az orvoshoz, hát ha elmegy az ortopédushoz, vagy reumatológus, akkor az adja neki a különböző gyulladás csökkentőket, vagy szteroidokat. Hát azonban ez a gyulladás nem fog meggyógyulni. Ha elmegy egy homeopatához, vagy egy keleti gyógyászhoz, aki elkezdi kezelni gyógynövénye és akupunktúrával, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy elkezd elmúlni a térd folyamat, és egyszer csak kiújul a húgyhólyag gyulladás. És akkor a beteg megijed, hogy jó Isten, hát eddig az már elmúlt nekem, most megint vissza, tehát betegebb lettem, mint amikor oda mentem. Nagy tévedés. A betegség gyógyul. Ugyanis a szervezet, az antibiotikummal kezelt húgyhólyag gyulladást az immunrendszer nem tudta megoldani. Ez egy krónikus gyulladásba ment át, lett egy betegség áthelyeződés, és amennyiben a keleti orvos elkezdi akupunktúrázni, és folytatja a kezelést térdfájdalom elmúlása után, a hólyag gyulladás is fokozatosan meg fog szűnni, és létrejön a teljes gyógyulás. Ezt hívjuk ugye reaktiválásnak, hogy amikor a krónikus betegségeket a visszafelé vezető úton, tehát egy krónikus betegség az egy nem meggyógyult, nem sikeresen végrehajtott immun folyamatnak az eredménye. Tehát csak a tünetek lettek elnyomva, az a krónikus. Így van, illetve az immunrendszerünket blokkoltuk, nem tudta elvégezni a feladatát, nem tudta megtanulni az immunmintát, nem tudta megoldani ezt a betegséget, és ezáltal ez mégis egy lesüllyedt a betegség, egy másik formátumba, egy másik szervre átterjedt, mert ez krónikussá vált. Szerintem kérdezzük már meg, hát ha most valaki szeretne kérdezni valamit. Van valakinek kérdése? Igen? Az autoimmun betegségek ugyanúgy gyógyíthatók, amit előbb mondott, vagy az... Igen, természetesen. Így van, értem a kérdését. Igen, ez nyilván fölmerül. Na most a kínai gyógyászatban és az alternatív gyógymódokban, tehát legyen ez ajurvéda, kínai orvoslás, vagy legyen homeopátia, ugye a Rekeveg annak idején ugye kidolgozta a homotoxikológiai elméletét. Ebben a rendszerben az autoimmun folyamat az ugyanolyan immunológiai betegség, csak annak már egy súlyosabb formája. És ugyanígy gyógyíthatók, tehát az autoimmun betegségek ugyanígy annak a programnak a részei, ahol az immunrendszer működése egy sikertelen gyógyítási kísérletet követően nem tud megoldásokat találni bizonyos folyamatokra, bizonyos megoldást, tehát nem tudja a megoldásait végrehajtani, nem tudja a méregtelenítését végrehajtani, és nem tudja elhárítani a káros energiákat. Még van-e kérdés valakinek? Kérdezhetek-e egy olyat, hogy a kínai orvoslás mit mond a védőoltásokról? A védőoltásoknál a következő a helyzet.
Tehát a kínai orvoslásban azért nincs, tulajdonképpen ők is használták igazából a védőoltásokat, de nem azon a módon, ahogy mi ma használjuk. Tehát a kínai orvoslás ismeri ezt a mechanizmust. A védőoltásokkal nem az a baj, hogy használták őket, hanem az a baj, hogy rosszul. Ha ugyanúgy rosszul, tehát mivel más a szemlélete a nyugati orvoslásnak, ezért nem megfelelően használja a védőoltásokat. A védőoltások csak úgy lehetne használni, amennyiben felmérnék előtte a szervezet immunrendszerét. Tehát abban az esetben, ha egy épp immunrendszerű embert oltunk be egy ilyen oltóanyaggal, és az az oltóanyag nem fémekkel terhelt, tehát nem tartalmaz sziganyt, egyebet, tehát egy korszerűen meggyártott és alternatív módszereket figyelembe vevő oltóanyag lenne, akkor természetesen a védőoltások hasznosak. Azonban, ha úgy beoltani embereket, hogy közben immunológiai problémáik, autoimmun betegségeik, vagy krónikus betegségeik tömkelege van, az rendkívül veszélyes. Ami pedig úgy gondolom, hogy sok jelenleg itt Magyarországon élőnél ez a valóság. Igen, ugyanis kiderült ugye a vizsgálatok során, bár ezt a nyugati hivatalos szakirodalom tagadja, azonban bebizonyítható, hogy ma a lakosságnak 70-74%-a tejallergiás, és körülbelül nagyon közelítőleg halad a lisztérzékenyeknek a köre. Ugyanis az a gond ebben a kérdésben, hogy a mérés, tehát az immunrendszer vizsgálati metódusai nem azonosak a keleti és az alternatív orvoslás és a nyugati orvoslás szempontjából. A nyugati orvoslás immunológiai metódusai ma már nem felelnek meg a kor követelményei, és nem felelnek meg az immunrendszer teljes fölmérését végző állapotoknak. Ugyanis főleg ellenanyagokat néznek. Most az ellenanyag szint az nem alkalmas teljes egészében arra, hogy meghatározzunk bizonyos úgynevezett érzékenységeket vagy allergiákat. Ugyanis két dolgot kell itt elkülöníteni. Ahhoz az immunrendszer működésének a keleti, most így mondom keleti, de mondhatnám alternatív szemlélete szükséges, hogy ez a folyamat pontosan behatárolható legyen. Ugyanis van az immunrendszert, nézzük, mondjuk vegyünk egy ilyen alapot, ugye van az IgE típusú allergia. Ez az anafilaxiás reakció. Ha én beveszek egy molekula tejcukrot, és allergiás vagyok rá, akkor abból a sürgőségi osztály lesz egy pár percen vagy 10 percen belül. Ugye ez az IgE reakció. Tehát ha én érzékeny vagyok egy ilyenre, akkor abból baj lesz. A másik reakció azonban az IgG reakció. Ami azt jelenti, hogy bevettem az allergént, az per pillanat nem fogok se összeesni, se nagy rohamot kapni, hanem majd másnap, harmadnap lesznek olyan kellemetlen energetikai tünetek, fejfájás, szédülés, hasfájás, rossz közérzet, fáradékonyság, stb. Energiátlanság, ami ennek az anyagnak a bevitelét követően fog megjelenni. Ez az IgG típusú reakció. És még van még jó néhány. Tehát gyakorlatilag ma egy allergia teszten ezt nem tudják végrehajtani, de vagy legtöbb esetben nem korrekten hajtják végre. A másik ilyen dolog, hogy ellenanyag legtöbbször olyan mérhető mértékben csak akkor jelenik meg, ha az ember fogyasztja ezt az anyagot. De amikor fogyasztja ezt az anyagot, nyilván ha már nem fogyasztja, mert tudja, hogy ő neki ez nem jó, mert hasmenést okozott, gyomorfájást, fölfúvódást, és egy hónap múlva megy egy allergia tesztre, például tejfehérje allergia tesztre, a teszt negatív lesz, hiszen egy hónapja kihagyta, ellenanyag termelése olyan mértékben lecsökken, hogy ez már nem értékelhető.
Tehát ilyenkor ugye az a javaslat, hogy fogyassza. Tehát fogyassza azt az ételt, amit beteg lesz, ami pusztítja a sejtjeit. Szóval ezek kérdőjeles kérdések. Tehát ezért mondom, hogy ma úgy gondolom, hogy más alapokra kellene helyezni az immunrendszer teljes fölmérését, és csak ez alapján lehetne a védőoltások kérdését is eldönteni, hogy igen vagy nem. Ugye sok országban emiatt nem is kötelező a védőoltások alkalmazása, Angliában, Amerikában nincs kötelező. A védőoltást ajánlják, de nem köteleznek senkit arra, hogy védőoltást alkalmazzon, akár magán, akár ugye. Most nyilván más kérdés az, ha mi kiutazunk egy külföldi országba, hogy ezt ne vegyük hozzá, bár itt is érdemes lenne, mert ez is okozhat megbetegedést, mert a külföldi országba utazás miatt azért szükséges, mert ott más úgynevezett biológiai flóra él, más vírusok, baktérium, ami nem szoktunk meg, tehát nyilvánvalóan kényszerű dolog, hogy bizonyos védőoltást kapjunk, de akkor is célszerű lenne egy teljes korrekt immunológiai fölmérés a védőoltás előtt. Hát nagyon köszönöm. Van-e még olyan valami, amit ebben a témában, mert tudom, hogy rengeteg témát lehetett volna érinteni, de most annyira sok időnk nem volt. Igen. Hogy mi az, amit még el szeretném mondani? Tulajdonképpen azt, hogy gyakorlatilag én mindenkinek azt ajánlom, hogy gondolja át, hogy hogyan ápolja immunrendszerét. Az úgynevezett gyulladás csökkentők, vegyen be egy isztopirint, vegyen be egy nem tudom mit, amit ugye a tévéhirdetés mond, most nem akarom a nevét mondani, ezt nem gondolnám, hogy ez az immunrendszerének olyan hasznos lenne. Én úgy gondolom, hogy az immunrendszert hagyni kell egy tanulni. Másrészt, ha már nincs más megoldás, akkor vagy egy kínai gyógynövényterápia, vagy egy homeopátia terápia mindenképpen több hasznot hoz az immunrendszerének a védelme érdekében, vagy ha van lehetősége ugye felkeresni egy kínai gyógyászt. Mind a vírusok, gombák, baktériumok eltávolítása megoldható olyan alternatív módszerekkel, amik támogatják az immunrendszert, és kerülni kell az antibiotikumokat és azokat, amik blokkolják az immunrendszert. Tehát támogassuk az öngyógyulási folyamatokat, amik egyébként mindenkinél vannak, csak inspirálni kell a szervezetet, hogy tegye a dolgát. Hát nagyon köszönöm, nagyon hogy elfogadtad a meghívást, de még idehozom neked is az ajándékot. Köszönöm.